Na, sziasztok! Akkor a mai videóban bundás kenyérrel fogok próbálkozni. Ami kell hozzá, az tojás. Hát most ennyi van jelenleg itt van. Összesen hat. Van ilyen lapkasajtnak hívott, valamilyen kis sajt. Ja, meg egy gerez fokhagyma még ezzel lehet majd. Ja, meg persze kenyér. Na, ilyen hol van. Ebből egy szelet, meg itt van még egy bontatlan, amit most délután vettem, és hát akkor majd mindjárt folytatjuk. Meg közben majd itt puskázok a tömletre, a telefon mennyit van a receptet, is nézem. Hát akkor, és akkor ahogy a mestertől is hallottuk, föl kell törni a toászt. Aha. És először egy ilyen időbe kell, egy másik, egy külön pohárba, hogyha rossz vagy ezért megromlott, akkor legalább nem basszuk el az egészet. Csak kevesebb lesz. Na mindegy, hát még fingom sincsen mennyi kell, de van ennyi tojásunk, hát akkor az basszuk bele. Aztán majd lesz valahogy. Maximum ipari mennyiség készül, de hát az nem baj. Na, itt akkor elhányítjuk. Mennyire látszik. Hát, hogy akkor lehet, hogy először hárommal kéne próbálkozni, aztán mindegy, hát legalább nem lesz oda az összes, hogyha mégse sikerül. Úgyhogy akkor egyelőre akkor maradjon három. És akkor nyilván kitaláltátok, hogy mi jön most. Föl kell verni a toászt. Mindegy, majd ahogy sikerül. Ez a szokásos AS koncepcióval próbálkozunk, ahogy sikerül. Esetleg a level 1-es szint az az lesz, hogyha sikerül a konyha felgyújtása nélkül megcsinálni. Level 2-es, hogyha meg is lehet enni. Úgyhogy mindegy, itt majd lesz egy vágás. Ja, elfelejtem bekapcsolni a kamerát, de borítani kellett. Bele némi sütőolajat is. Aztán most akkor várunk egy kicsit. Addig foglalkozzunk a bundás kenyérrel. Szóval van nekünk itt ez a toászunk. Akkor legalább így bele kéne forgatni. Közben amúgy a snitbe mostan kezet is, mert egyébként az is kell. Hiszen ennyi az egész, hogy így megforgatjuk benne. Ez mehet oda félre. Jöhet a következő. Hát, hogy pontosan mennyi lesz benne, azt nem tudom, hogy mindegy, jó alaposan belenyomkodom, aztán majd lesz valami. Egyébként a fokhajba meg a sajt, az csak ugye az ízesítés miatt van. Mert úgy magában nem az igazi, viszont meg lehet dőzsölni fokhagymával, meg rá lehet tenni ezt a lapkasajtot, ami egyébként semmi másra nem jó, de erre meg, illetve hamburgerbe is jó még, de az már egy kicsit prófokozat lesz, én majd azt is fogok csinálni. Aha, hát majd legközelebb több toász kell bele, és akkor több is lehet, hát most akkor ennyi, összesen 5 darab lesz, de erre ma akkor az egészet elhasználjuk. Még egyre már nem lesz. A csöpög is le, mindegy, majd azt utólag föltakarítom, most ráér. És hát itt van. És majd, hogyha már az olaj elkezd úgy rendesen felmelegedni, akkor lehet beletenni ezeket egyesével. Nagyon itt a következő feladat, hogy meg kell hámozni ezt a sajtot. De van itt rajta ez a... Ezt igen nyílik, tehát ez most pont úgy működik, ahogy egy ilyen lapkasajtnak. Azért se szeretem ezt a fajta sajtot egyébként, mert ezért, mert így szakad össze-vissza. Meg hát tényleg ez a, mire meghámozod. Most meg tudom csinálni, hogy a kamera is lássa. De ez nem baj, ha engem nem látom, én vagyok a lényeg. És csak most az a baj, hogy most meg most pont úgy vagyok, hogy nem látom az LCD-t, hogy utána, de mindegy. Szóval mindegy, kicsomagoljuk a sajtokat. Van már egy meghámozott fokhagyma, és ez még tegnapról megmaradt.
egyikre jó lesz, meg majd egyet még, majd egy keresztet fogok még pucolni. Nem biztos, hogy az is a felból, ez most lekapcsolja a kamerát, megnézzük a kamerát, hogy áll. Akkor most jön az érdekes rész. Amire meg kell hozzá majd még egy kiszedő is. Azt hiszem, mert továbbítottam a kiszedőt, megvan, jó, megvan. Hogyha esetleg vagy... Nem fröcskölt, vagy legalábbis engem nem talált el. Azért voltak itt érdekességek. Jó, akkor egy fok hagyom megint megkámozva. És akkor az meg is kéne valahogy fordítani. Mi? Aha, csak hogy. Gyere. Nyert. Aj! Hát szerintem ez se lejt. Ez úgy odaégett, mint a picsa. Gyorsan megsúlyt, hogy nem valamivel komolyabb szerszámmal kéne ezt kiszedni. Ilyen gyorsan megsül. Ilyen gyorsan megsül. Hát mindegy, egynek annyi. Béke podaida. Ezt nem fogom megkóstolni. Hát, ha ez jobban sikerül, most már jobban odafigyelek rá. Ez még nem. Ja, az egyik az nem sül meg, a másik meg odaég. Fordítsuk meg gyorsan. Hát, de mint az a széle már megég, a közepe meg még nem sül meg. Egy faszom van ezzel már. Gyere már ki. Na, mindegy. Jó. Nem koszkáztatunk tovább, ezt már kiszedem. De hogy a széle az teljesen megégett. A közepe meg sehogy. Na, akkor most dobjunk bele egy kicsit. Hát most mestert nem fogom a végén idézni, hogy remélem, hogy ebben a videóban tudtam segíteni. De legalább azt megmutatom, hogy nem szabad csinálni. De hát nem ti fogjátok megenni, hanem én. Már ha megfogom. Én is oda videó lesz ebből is. Nem baj, legalább lesz bizonyos Facebook csoportba téma, ahol szeretnek engem elővenni, csak mostában nem leszoktak róla. Nem baj, majd most már akkor elrészült. Na most akkor lehet ezzel is. Mondjuk újdonságot nem fognak tudni mondani. Ez a még főzni se tud, és még föl is rakja a videó, hát azt eddig is tudta mindenki. Viszont még nem lángol a konyha, úgyhogy még jók vagyunk. Ja, egyébként nem véletlenül van nekem egy podolt, vagy a tűzoltó készülékem itt a tűzhely mellett. Bármikor szükség lehet rá. Megint nem jó, azt még vissza kell fordítani. De a széle megint megégett. Mindegy. Nem tudom, most mit kezdjek el, jó, kicsit megfordítjuk megint. Hogy kapjon a másik fele is. És már csak egy van. Hú, aztán már megint. Micsoda füst van itt már megint. Semmi szemel. Mindegy, de még a szomszédok egyszer se jöttek át, hogy mit csinálok. De lehet, hogy ennek is elég utóbb eljön az ideje. Pedig itt van az annak. Mondom, valami, de majd csak kiszellőzik. Na most a szobahajtót legalább becsuktam, oda nem megy be. Na majd ezt mindjárt megmutatom, hogy micsoda izé van itt. Na, hát ez megint nem jó. Mindegy. Próbálkozni lehet. Csak nem biztos, hogy kell. De most már elzárom magát. Úgyhogy. Itt is elzárjuk, biztos, ami biztos. Nem, már nagy baj nem lehet, ha már gáz el van zárva.
De szedjük is ki. Hát nem tudom, hogy a kamerán mennyire látszik. Hű, a kurva életbe. Ez igen. Ezt aztán szellőszedetem. Na, mégiscsak el ide a kereszthúzat. Azt nézzétek. Ez még ide is bejön. Hát ezt nem hiszem el. Az egyik legjobban sikerültön bemutatjuk. Na, hogy... mindegy. Talán a sajt az még tud rajta segíteni. Többet csináltam volna, még azt is lehetne, hogy kettőt egymásra tenni, és akkor hagyni egy ráolvadjon, meg egy kis hagymával megdörzsölni. Mondjuk azt lehetett volna korábban is, mindegy. Mondjuk ez, hogy mondjuk fuck logik, hogy előbb megdörzsöljük fokhagymával, és utána tesszük rá a szökik. Utána tesszük rá a sajtot. Na. Mindegy, jó, beledörzsöljük a fokhagymát. Ez így lesz jó. És akkor... Mondjuk amúgy nem rossz ez a sajt, csak tényleg ez a... Nagyon gyorsan olvad, nagyon gyorsan ráolvad mindenre. És nehéz vele bánni, plusz még meg is kell hámozni előtte. Mondhatni. Minden jó lesz így. És akkor mindjárt meg is kóstoljuk. Kicsit kevésbé odaégettet. Azt nem fogom felvenni, mikor az odaégettet megeszem, ha egyáltalán sor kerül be. De ezt a fokhagymával megdörzsöltet, ezt akkor most megesszük. Annyira nem is lehet rossz. Ahhoz képest, amire számítottam, mondjuk a number van, az ez lesz, de szerintem ez úgy, ahogy van most repül a kukába. Na mindegy, szóval ez a hogy nem szabad bundáskenyeret csinálni videó, az ennyi volt. Úgyhogy sziasztok, itt most befejezem.